Az ülést a Ruszanda gyógyfürdő vezetősége kezdeményezte, hiszen a komplexum területe gazdag geotermális forrásokban. Az ittenihez hasonló módon Vajdaságban még sehol nincs megoldva az áramellátás, emellett a feldolgozott vizet fűtésre is fel lehetne használni. Hamarosan befejezzük a részletes szabályozási terv kialakítását, mely a gyógyfürdő területén előlátja egy hotel, meg egy sportközpont felépítését, valamint az idősek számára is tervezünk létesíteni egy épületegyüttest. Emellett a már meglévő objektumainkat is felújítjuk. Mindenhez elsősorban energiára is szükségünk van. Az izraeli Armat cég jelenleg tanulmányt és kutatásokat végez egy ilyen geotermális erőmű felépítésének a lehetőségéről, használhatóságáról és kapacitásairól. Érdekelve vagyunk az erőmű felépítésében, de a tervek szerint nem mi lennénk a projektum fő befektetői, hanem találnunk kell olyan társbefektetőt, aki nagyobb pénzösszeggel támogatná a projektet. Az itt lévő geotermális források és a már meglévő gázvezeték mély benyomást tett ránk, de a projektum megvalósításához idő kell. Az izraeli befektető nem először jár Nagybecskereken, ugyanis az itt működő bevásárlóközpontot is ők építették. A projekt megvalósítását támogatták a városi és tartományi vezetőség képviselői is, és a NISZ vállalat képviselői is jelen voltak a megbeszélésen.